Mi az azonos a villanyszerelésben és az értékesítésben? Teljesen mindegy, hogy milyen szakmunkát mondtam volna, mert ma mindenhez nagyon hasonlít az értékesítői lehetőség. Hogy miért? Kiderül ebből a videóból. Ha nem ismernél, én Szalai Tamás vagyok, több mint 12 éve vagyok értékesítő, és több mint 3 éve oktatom az értékesítést. Na mi az azonos ebben a két látszólag nagyon eltérő tevékenységben? Megmondom mi. Az, hogyha ma kitanulsz egy jó szakmát, akkor ez automatikusan lehetőséget biztosít neked. És ugyanez van ma az értékesítésben is. Ha megtanulsz jól eladni, akkor az azonnal ajtókat nyit ki neked. Mert nagyon nagy hiány van ma értékesítőből. Rengetegen keresnek jó szélszeseket, akik el tudják adni valamilyen vállalkozásnak a termékét, szolgáltatását vagy tanácsadását, Rengetegen keresnek olyan értékesítőket, akik mondjuk időpontokat tudnak egyeztetni egy-egy most meglévő értékesek, tehát hideghívóként el tudnak helyezkedni, és rengetegen keresik általságban magát az értékesítőt, aki mondjuk el tud helyezkedni egy biztosító cégnél, egy ingatlan cégnél, vagy bármi másnál, mert ma ebből hiány van. Ugyanúgy, hogy hiány van ma jó szakemberből, például a villanyszerőből, ugyanúgy hiány van ma értékesítőből is. És mi a kettő között a különbség? Az értékesítéshez nem kell kézügyesség, sem szaktudás. Az értékesítésnek nincsen semmilyen feltétele, teljes mindegy, hogy férfi vagy, nő vagy, fiatal vagy, idős vagy, értékesítőként tudsz dolgozni. És az értékesítéshez még tőke sem kell, tehát nem kell beruháznod semmilyen szerszámra, autóra, semmire, csak egy telefonra és egy internet kapcsolatra lesz szükséged a legtöbb értékesítésnél. Miért jó ez? Mennyit keres majd top értékesítő? A top-top az több millió forintot keres, de egy átlagos értékesítő is meg tud 5-7-800 forintot keresni, ma csak azzal, hogy más termékét vagy szolgáltatását eladja. Ráadásul értékesítőként nem is nagyon kell elköteleződnöd, akár egyszerre több partnere is lehet, akinek eladod az ő termékét, szolgáltatását vagy tanácsadását. Na, ezt nevezem én igazi lehetőségnek. Olyat csinálni, amit kevesen tudnak jól, és amiből óriási hiány van. Ha tudsz még ilyet, akkor írd le ide a kommentek közé. Bár tudom, hogy nagyon sokan most beírnák az emelemet, de azt azért hozzá kell tenni, hogy az emelem közel nem akkora lehetőség most, mint egy független értékesítés, hiszen az emelemre nincsen kimutatható igény. Azt senki nem keres mondjuk egy olyat, hogy én szeretnék egy emelemhez csatlakozni, ott meg kell győzni az adott embert, hogy ez csatlakozzon, Viszont értékesítőre, aki egy független értékesítő, hatalmas igény van, mert mindenki keresi azt, hogy ki tudná ugyanúgy eladni az ő termékét, mint ő saját maga. Ha érdekel az értékesítés világa, vagy szeretnél többet megtudni erről a lehetőségről, akkor pedig iratkozz fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban is.